Mászol. Kis mászógépem. Kiszöksz a szobából? Ha? Tudjátok, hogy hova megyünk most? Bölcsödébe. Az újvárosi bölcsödében ma van nyílt nap, és most oda fogunk ellátogatni. Valószínűleg, hogy Sophie is ebbe a bölcsödébe fog járni, és most szeretnénk körülnézni, hogy hogyan is működik ez a bölcsödés sztori. Izgatott vagy? Igen. Na, megérkeztünk, itt vagyunk. Hát eléggé sok autó áll itt a bölcsi előtt. Egy csomó szülőt láttam itt bent az udvaron. Remélem, hogy nem késtünk el semmiről még. Ez a bölcsöde még nagyon-nagyon régen, amikor még általános iskolába jártam, akkor ez itt nem létezett, mint olyan, hanem itt egy általános iskola működött egyértelműen, és ez a rész itt a hátam mögött, Ez egész rész egy nagy füves pálya volt, ez is volt egyébként a neve, hogy füves pálya, és mi ezen a részen szaladgáltunk és játszottunk annak idején. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ezt a kis műsort nagyon nagy szeretettel készítették. Végeztünk a nyílt nappal, eltöltöttünk egy pár óra hosszát, itt tök jó volt, hát látni sok gyerkőcet itt rohangálni, jól érezni magát, Sophie itt teljesen beilleszkedett. Szintén Makovec stílusban, illetve Makovec tervezte ezt a bölcsödét is, mint itt Makón egy csomó épületet, többek között a hagymatikumot is. Egyre többször találkozom azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a YouTube-on pénzt keresni, illetve avval, hogy fizet a YouTube, és hogy miért fizet a YouTube. Most a mai vlogban erre a kérdésre szeretnék egy picit rávilágítani, illetve szeretnék erről a kérdésről egy kicsit beszélgetni. Lássuk akkor, hogy miért és hogyan fizet a YouTube. Gondolom, te is találkoztál már olyan videókkal, amelyeknek az elején hirdetés jelent meg. Ezek a hirdetések többnyire videós hirdetések. Sajnos ezeket a hirdetéseket nem lehet azonnal kikapcsolni, ugyanis van rajtuk egyfajta időkorlát, amit muszáj megvárni, és csak azután tudsz tovább lépni arra a videóra, amit szeretnél megnézni. Amikor erre a hirdetésre rákattintasz, vagy egy bizonyos időt megnéztél a videóból, akkor fog fizetni a YouTube. Úgy, hogy mennyire egyszerű elméleten alapszik az egész. És így fizet a YouTube azoknak a YouTubereknek, akik bekapcsolták azt az opciót a YouTube-on, hogy reklámokat jelenítsenek meg a videókon. Érdemes tehát minél több tartalmat készíteni a YouTube-ra, mivel minél több videód van, annál több, illetve annál nagyobb az esély arra, hogy valaki ezekre a hirdetésekre rákattint. Én jelenleg nem keresek egy árva petákot sem még a YouTube csatornámmal. Nem is nagyon gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán ráengedjem a hirdetéseket a videóimra. Még nincs kizárva az, hogy majd esetleg a jövőben nem fogom ezt megtenni, de egyelőre még nem gondolkoztam ezen, hogy ilyet csináljak. Sokan úgy gondolják, hogy a feliratkozók száma a legfontosabb dolog egy YouTubernek. Igaz is, meg nem is. A feliratkozók száma az jól esik magának a személynek, a YouTubernek, aki feltölti a tartalmat a YouTube-ra. Viszont ami itt legjobban számít, az tulajdonképpen, hogy hány percig vagy képes a tartalmaddal leültetni a nézőt.
akiknek ez eddig kérdés volt, és remélem, hogy sikerült megválaszolnom ezt a kérdést, hogy mikor fizet a YouTube. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet, ennyi volt a mai vlog, találkozunk holnap, az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán. Ha most látod először a vlogot, akkor arra kérlek, hogy nézd meg néhány korábbi videót, és ha még mindig úgy érzed, hogy tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, mivel minden nap töltök fel egy új videót. Még egyszer köszönöm szépen, találkozunk holnap. Sziasztok!